Horváth Charlie koncertezett Kecskemét főterén a Street Food Street Art Fesztivál második napján. Az idén 77 éves énekes a koncertet megelőzően a backstage-ben találkozott stábunkkal és exkluzív interjút adott a Múzsa magazinnak. Ennek részleteit láthatják, és azt, hogy Charlie ezúttal sem okozott csalódást a rajongóinak. Horváth Charlie, a füstös hangú lisztdíjas zenész, idén lesz 77 éves, de változatlan intenzitással koncertezik. Június 27-én este például a Kecskeméti Street Food Street Art Fesztivál vendégeként lépett fel, de már készülődik az őszi koncertturné, a Charlie 77 is, amelynek egyik állomása októberben a Kecskeméti Nemzeti Színház lesz. Charlie 1964 óta zenél. A 60 év alatt számos formációban megfordult, a Beccától az Olimpián át az Afrikáig, a Pannoniáig és a Generálig. Charlie elsősorban énekelt ezekben az együttesekben, a Pannoniában viszont trombitált és pozanozott is. Mindig törekedett rá, hogy minőségi zenét játszon kiváló muzsikusok társaságában. Nagyon szerencsés vagyok. Mondhatnám, Isten megáldott azzal, hogy meg az orvosom is, aki... Minden évvel találkozom, hogy kérdezem, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Nagyon sok kollégám és barátom elment már. És a kérdésedre válaszolva, hát annyi, hogy Isten megáldotta azzal, hogy talán az a dolog, amit én 64-től csinálok, vagy talán egy kicsit előbbről, hát a zene az az egyetlen egy dolog, amit és nem szeretnék csak magamról beszélni, hanem a kollégákról, akikkel idáig zenéltem, és akikkel most együtt vagyok. Mi már 40 éve vagyunk együtt ezzel az együttessel, akivel most itt fellépek. Ez ad erőt, a kis unokám, a kis cicák. Horváth Charlie hangját tévedhetetlenül azonosítani lehet, annyira sajátosan csak rá jellemző. Az énektanára szerint mindent éppen fordítva csinál, mint ahogyan azt kellene. Ez a hang, amiről beszélsz, ez már az elején megvolt, mert Louis-Armstrongokat énekeltem. Lullabyt, sok Louis-Armstrong, meg Ray Charles-on, tehát hát én szeretem a popvilágot is, meg a rockvilágot is, úgyhogy keresztül mentem ilyen az összes olyan dolgot, amit ki lehetett próbálni. Charlie csak nem két évtizedet töltött vendéglátós zenészként külföldön. Bár hívták, nem maradt kint, hiszen itthon várta a felesége és a kisfia, és szerette volna a hazai közönségnek is megmutatni, hogy milyen a jó zene. Tényleg mehettem volna, és még volt sok ilyen pici apró lehetőségem, amikor ugye kint voltam. Kint is különböző zenekarok odajöttek hozzám. Nem, hát akkor már egyértelműen nem, mert akkor már kisfiam volt, 2-3 éves, és mindenki élt, és én titkon, bár soha nem gondoltam volna, titkon mindig megszerettem volna mutatni, hogy,
hogy a jó zene az jó zene. Hazatérését követően volt egy emlékezetes időszaka a Tátrai Band tagjaként, és már évtizedek óta saját zenekarával, a Charlie Banddel lép fel, amelyben László Attila, Halász János, Csiszár Péter, Latman Béla és Póta András a partnerei. Nagyon szerencsés vagyok, hogy mindig nagyon jó zenészekkel dolgoztam együtt. Nagyon szerettem az összes muzsikust, akivel hát sorolhatnám. Hát kezdjük akkor talán a pattársaddal, ugye Somló Tomi. Somló Tomi, hát ő ugye artista volt, de azért nyilvánvaló, hogy már annak idején a Flamingo, a Flamferivel, az Atlas zenekarval már beszálltunk muzsikálni annak idején a Dokival, és a érdekes kis zenekarra. Hát ugye a Flamferi aztán megcsinálta ezt a rendkívüli Atlas zenekart fúvósokkal, aztán így kint is maradt, ő most. Ez egy hosszú történet az életem, mert az a rengeteg hely, ahol voltunk, és az a rengeteg dal, amit el kellett énekelni, és tényleg azok a dalok, amelyeket szerettünk, tehát nem voltak soha olyan dalok, hogy most ezt kell eljátszani, hanem olyan zenekar voltunk, hogy mindent el tudtunk játszani, rendkívüli zenészek. Mondom, hát azóta is itt van a Pannonhalmi Expressből három muzsikus, akivel együtt muzsikálunk. Charlie szinte a kezdetektől több műfajú előadónak nevezhető, és tudatosan ilyen zenészekkel is veszi körül magát. Kecskemétre a nyárhoz illő könnyedebb programot hozott. Több műfajú előadó vagyok, a helyszín határozza meg, hogy hol és mit muzsikálunk, vagy mit éneklek. Ez a nyári programot én imádom, mert szabadtér, és van levegő, és még akkor is, hogyha meleg van. És itt hát ugye én azt szeretném, hogy a nyár egyébként is egy olyan dolog, hogy kikapcsolódjunk, hogy olyan dalokat állítottam össze, ami kivételes. Ez nagyon igényes, de popzene, poprock, hogy mondhatnám. Azért ebben van egy kis blues, ez az amaz. Tehát olyan dalokat hoztam, hogy mindenki ismert, hogy nem akarunk most itt művészkedni. Az a művészetek falatájában valahol angolul éneklek majdnem végig. Jól mondtad az előbb, a zenekar is olyan, hogy több műfajt tudunk játszani, és én az az előadó vagyok, vagy az a énekes vagyok, aki be tudok szállni bármilyen féle történelembe. Ellenére az életkor előre haladtának, a zenész nem érzi úgy, hogy nehezebb vagy egyenesen megterhelő lenne számára az éneklés. Ez a hosszú külföldi utazás és az a rengeteg meló, én nekem még soha nem maradt el fellépésem, bár voltam úgy, hogy nagyon megfáztam, de akkor is énekeltem, és aztán valahogy kipihentem. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg az az érzésem, hogy mindig tudtam énekelni, de most nagyon tudom. Tudom, néha fáradt vagyok, de úgy szemben arra gondolok,
azt kérlek még mindig.